fekete bosszú. A 70-es években a hongkongi alvilág feje Eddie Shaw. Két bizalmas társa van, csak ő bennük bízik meg. Unokatestvére Harry és Harry ifjú mostoha testvére Johnny. Eddie Johnnyt nevezi meg örököséül. Harry pedig féltékeny lesz rá. Hogy kedvében járjon Eddie-nek, bemutatja a gyönyörű fiatal lánynak, akibe titokban maga is szerelmes. Eddie azonban nőül veszi a lányt. Később Harry megöli Eddie egyik barátját. Johnny megpróbál kiállni Harry mellett, de hiába. Harrynek az esetből tanulnia kell. Megpróbálja rávenni Johnnyt, hogy szabaduljanak meg Eddie-től. Ez veszekedéshez vezet kettejük között. Johnny úgy érzi, itt az ideje, hogy szakítson az alvilággal. El is utazik Malakkába. Azt reméli, végre új életet kezdhet. A 80-as években úgy tűnik, Harry némi hatalomra tehet szert. Ám előbb meg kell szabadulnia Eddie-től. Ő igaz utat mutat nekünk, és megnyitja a kaput, melyet csak az igazat. Ebben, ha én mondom, gyilkosságból nem ma esett. Harry emberei tették. Itt van Harry. Vedd le a kalapot, Harry. Ott van Eddie Shaw. Megkaptad a karácsonyi lapomat? Ahogy minden értem. Eddie segített az indulásnál. Évekig támogatta a családomat. Intézkedjetek, ha Eddie akar valamit, azt meg is kapja.
Örülök, hogy látom. Most már mennem kell. Eddie belelőtt a kezembe, mert tiszteletlen voltam. Sosem felejtem el. Tudod, Eddie, ez igazi lecke volt. Hogy jobb óvatosnak lenni. Sajnálom a lövést, bár csak mellé ment volna. Ilyen egy szemetet. Meddig akarod még ezt csinálni? Jövőre már nem kap karácsonyi lapot. Épp ideje lenne. Jó estét, Suzy. Ugye nem zavarok? Te most Eddie-nek dolgozol? Túl sokat beszélsz, inkább lőni tanulj. Te leszel a következő. Hova viszed az apámat? Malakába megyünk. Az öcsét Johnny látni szeretné. De te vagy a fia. Miért nem beszélsz vele? Mulatságos. Az apám városnézőbe megy. Te már nem vagy a fiam. Közönséges gyilkos vagy. Egyszer még megkapod, amit érdemelsz. Soha többé nem akarlak látni. Menj a pokolba. Legközelebb nem viszitek el szárazon, annyit mondhatok. Valami nagy mulatság van? Nem, csak a közeli családtagok vannak itt. Aha. Eddie! Charlie bácsi! Jó estét, Charlie! Itt van Charlie bácsi! Charlie bácsi! Én remekül vagyok. Hello, Suzy. Szervusz, fiam. Köszönjük. Gratulálok a házassági évfordulótokhoz. Ajándékot sajnos nem hoztam. Suzy nem emlékeztetett. Semmi baj. Te vagy az ajándék. Hallom, holnap Malakába mész? Igen. Tulajdonképpen búcsúzni jöttem. Charlie bácsi, elképzelhető, hogy elvinnél egy ajándékot Johnny-nak? Hát persze, természetesen. Eddie. Harry igazságtalan volt veled. Én csak elnézést tudok kérni érte. De Suzy más. Azt mondta, ha elfogadnád, egész életében neked dolgozna. Suzy mindig hűséges volt hozzánk. Majdnem elfelejtettem, van egy ajándékom a számodra. Ó, igazán kedves tőled. Kedvesem, tudod, hogy tőlem mit kapsz? Mi is a neved? Hát mi lenne, Bowie? Ó, ez igazán gyönyörű. Eddie sohasem volt kicsinyes. Köszönöm, drágám. Mi van ráírva? Bowie, ahogy az anyámat hívják. Ó, micsoda véletlen. Apa! Ő a feleségem. A feleséged? Szemrevaló teremtés.
Apa! Gyere! Ő az apám. Nagyapa? Ő a fiad, hiszen ő felnőtt ember, már kész férfi. Ez neked szól. Hát, mind felszállnak a te autódra. Ők mind a mi gyerekeink. Komolyan? Gyere, apa, szállj be! Johnny, örökbe fogadtátok ezt a sok gyereket? Persze. Az egyik fiú pontosan úgy néz ki, mint ahogy te ilyen korodban. Ó, Istenem, Istenem. Tisztán emlékszem. Pedig 30 éve volt, hogy örökbe fogadtalak. Milyen kis vakarcs voltál még? Hát igen. Az anyja vajás, Harry. Ő is az én fiam. Csak hogy valahogy más lett, mint mi. Mindig keresztbe tesz a saját családjának. Amiről a napokban készül, az már túlzás. Volt vele egy vitám, mielőtt indultam. Tudom, tervez valamit Eddie ellen. Nagyon féltem Eddie-t. Eddie! Hogy vagy? Örülök, hogy látlak. Menjünk, beszélgessünk egy kicsit. Jó. Bali, add oda a gyerekeknek az ajándékot. Gyerünk, köszönöm. Köszönöm. Aranyos gyerek. Az éttermünk már egy éve működik. És remek forgalmat bonyolult. Ha korábban csatlakozunk, sokkal több a hasznunk. Fiatal koromban sokkal többet kockáztattam, mint most. Változtak az idők. Ma az eszünket használjuk, nem a fegyverünket. A gyerekeink felnőnek. Nem szabad erőszakot látniuk. A lányomat nem érdekli a tanulás. Csak a tánc. Nincs üzleti érzéke. Nekem szerencsém van. A fiam nem mindennapi. A kezében tartja az osztályt. Ez az enyém? Nem sokat beszél, de mindenre odafigyel. Miért nem jöttél el Funk temetésére? Még mindig gyűlölöd? A holtakról jót vagy semmit. Egyébként megérdemelte, de nekem hiányozni fog. A régi bandából már senki sem maradt. Csak te meg én. Mi ketten maradtunk csak. Még egy pókerpartira is kevés. A régiek már mind leköszöntek. A fiatalok között pedig úgy látom, iszonyú háborúskodás lesz. Vigyázz Harryvel. Mostanában a keményebb vonalban látni. Kösz, hogy figyelmeztet. Én csak annyit. Ha bármivel próbálkozik, én végzek vele. Még mindig fenirád a fogát. Sosem bocsát meg neked. Ha berúg, azt üvöltözi, hogy kinyír. Én beszéltem vele. De eredménytelenül. A süket. Ez a kis féreg nem hallgat a jó szóra. Nyilván velem is végezni akar. És te mit lépsz? Hát, majd gondját viselem.
Gondold meg jó. Nagy baj lehet belőle. Sziasztok, srácok! Parancsolj! Mindenről gondoskodtunk, főnök. Igazán finom. Én nem is jutok szóhoz. Figyelmet kérek! Szeretném mindannyiótoknak megköszönni az áldozatos munkát, amivel egész évben szolgáltátok az ügyünket. Harry, ha kellemetlenkedsz, én vagyok itt a főnök, ne feledd. Nem udvarias dolog fennhangon beszélni. Az is bűn, hogy toasztot mondok. És köszönetet a fivéreimnek. Ez zavar. Nézd csak, ki beszél itt a bűnről. Te vagy a legnagyobb bűnöző, akit valaha láttam. Tudom, hogyan csaltál a számlákkal egész évben, nem beszélve a tavaly 5 millióról. És ha már itt tartunk, megpróbálsz mindent ártatlanokra kenni. Azután megölted Fangot, aki nekünk dolgozott. 20 éve jó partnerem, te pedig a holttestét bedobtad a folyóba. Nem vagyok hülye, egyáltalán. Ha! Ő! Megkérdezlek benneteket, ki szerint nem igaz, amit mondtam? És hogy nem halált érdemel? Áruló! Mozgás! Mi már Harrynek dolgozunk. Ő jobban megfizet. Ne lőjetek! Testvérek vagyunk. A harc itt senkinek nem hiányzik. El a fegyverekkel, akkor beszélhetünk. Ezt megbeszéltük. Mi történt? Mi történt? Louis berúgott és meg akart ölni Harryt, aki védekezett és ellökte Louis-t. Az pedig ráesett a palackra a fejével és meghalt. Mi a baj? Olyan nyugtalan vagy. Nem tudsz aludni. Az üzlet miatt? Sosem láttalak ilyen gondterheltnek. Miért nem mondod el, mi bánt? Végül is a feleséged vagyok. Velem megbeszélheted a gondjaidat. Én nem vettem észre, hogy Harry még mindig szerelmes volt beléd. Nem különösebben érdekel. Mindentől undorodom, amit tesz. Ki nem állhatom. Téged miért bánt? A közelembe akart férkőzni. Mindent megtett. Még a lányról is lemondott, akit szeretett. De nem ejtették a fejére. És te mit akarsz tenni? Beszélnem kellene vele.
Azt mondtad, egyre fogy az erőd, hogy már tartasz tőle. Tényleg félsz? Eddie, a kettőnk sorsa miatt félsz? Attól félek, hogy megszerez. Emiatt nem kell félned. Nem tudok boldog lenni, ha te sem vagy az. És mindig nyomasztani fog, ha nem bízol meg bennem eléggé. Én csak téged szeretlek. Na, olyan, tetszik? Igen. Jó lesz az iskolában? Igen. Kész férfi ember lettél. Mennyi idős vagy? Eszesnek tűnik. Kiköpött az apja. Az fáj! Okos fiú. Ismeri a saját apját. Igaz? Bocsáss meg, Harry, de mennünk kell. Állj meg! Valentin napja van. Ezt a kártyát neked szánom. Én férjes asszony vagyok. Mondd csak. Még mindig szereted Edit? De ő nem az a típus, aki sokáig él. Fogd be a szád, vagy hívom a rendőrséget. Gyere. Parancsoljon. Vásároltatok? Mehetünk? Mi a baj? Van itt egy férfi, Harry. Megcsípte az arcomat, és fájt. És a mamáról beszélt. És csúnya dolgokat mondott apáról. Ne! Benny! Ne mondják el Edinek. Azzal csak rontanak a helyzeten. Érti? Üljetek le. Mit hozhatok, uram? Egy csésze kávét. Igen. Eddie! Te még életben vagy? Szereztem összeköttetéseket.
Előléptettek. Gondolom ez nem jó hír számodra. Hello, Mike. Gratulálok. Elnézést, az utamban van. Bocsánat, elnézést, a nagyfőnökkel akar beszélni. Eddie nem zavarja magát? Zavarom, Eddie-t. Fontos ember ő ahhoz, hogy rám figyeljen. Elbánt velem, mert nem kellett az árulja. Szenvedtem is miatta. De hát ő igazi üzletember. Csak komoly drogosokkal tárgyal. Fogd be, te mocsok. Csak nyugalom, semmi jók az izgalomra. Csak tréfáltam. Ártatlan vicc volt, semmi több. Bár lehet, hogy rossz a humorom, vagy csak nem könnyű megérteni. Csak folytassák az üzleti megbeszélést. Sok sikert. Szerencsét, hogy itt találkoztunk. Úgy, hát ennek örülök. Viszlát, Eddie. Rajtad tartom a szemem. El ne dobd a csikket az utcán. Ahogy mondják, madar a tolláról, ember barátjáról. Nézzetek rájuk. Tudod, azt hiszem, meghívhatnánk már Harryt egy kis partira. Ne izgulj, Eddie. Mind barátok vagyunk. Tudom, mire gondolsz. Hogy gondját viselnéd Harrynek. Parancsolj még egyet. Rég láttalak. Ígyjuk a családra. Jó. Cheers. Cheers. Kérsz még egyet? Elég volt. Parancsolj. Köszönöm. Egy tengerparti és egy tóparti étterem. Közös tulajdonosok lennénk. Van tapasztalatom a dologban. Te döntesz, te tudod, mit kell tenned. Előbb beszéljük meg. Csak hogy elkerüljük a félreértést, vitassuk meg a rendőrfőnök úr jelenlétében. Semmi félreértés. Mi mind barátok vagyunk, nem de bár? Mind barátok vagyunk. Erre inni kell. Ünnepeljük meg az üzletet. Én nem kérek kösz. Mi a baj, Edi? Te mindig nagy ivó voltál. Ne sésd meg a barátod, hogy nem iszol vele. Ugyan már egy utolsót. Cheers. Cheers. Utoljára a békére iszol. Hé, Edi. Mit akarsz ezzel? Hogy nincs köztünk béke. Talán félsz, hogy megöllek. Azért hoztad a fegyvereseidet is? Veszélytelen vagyok. Nincs nálam fegyver. Baráti látogatás, semmi félreértés. Miért hoztad ide őket? Ó, ne vedd a szívedre. A te barátaid is. Csak azért jöttek, hogy lássanak. Hát persze, Edi. Ráismerek a stílusodra. És azt hiszed, Edi, hogy ők kellő védelmet nyújtanak? Bár mindegy. Nem húznék újat veled. Igazi barát vagy. Te rohadék, át akartál verni! Rámuszítottad Louis-t, hogy nyírjon ki! Csak hogy ő volt a gyengébb. Te pedig beszartál, pajtás. Hová lett a bátorságod? A főnök verőlegényt fogadott? Egy kurva gyilkosságra nem vagy képes? Jól van, Harry, elég lesz. És vigyázz a szádra. Nem tudom, miről beszélsz. Átverésről, verőlegényekről. Én nem akartam beleköpni a levesedbe. Mint ahogy nem is félek tőled. Én csak azt szeretném, ha elkerülnénk a bandák közti vérontást. Vérontás? Neked elment az eszed. Ilyen szavokat használsz a rendőrfőnök előtt? Bilincsre nyújtod a kezed? Börtönbe kéne dugni!
Türelmetlenek a lányok, Harry. Azt ígérted, jól fogunk szólni. Á, igazad van, Angel. Talán meg is nyugtatnád Edit. Lássuk, tudja-e még mire való egy ilyen gyönyörű nő? Elmegyünk valahova? Ti vagytok itt ma este a legszebbek. Biztos úr, elnézést, de mennem kell. Hé, hová sietsz? Vagy talán már nem mered vállalni? Azelőtt nagynő csábász volt. A feleségét is tőlem csak liszta el. Gyönyörű lány volt. Csak ugye nászi szakádon. Én is meghúztam őt. Na! Ez tényleg kemény fiú. Nem kellett volna oda mennem. Ebből előbb vagy utóbb úgyis összeütközés lesz. Én azt mondom, lépjünk mi először. Szerintem igaza van. Mindenképp lépnünk kell. Nem szabad esélyt hagynunk neki. Mi se felejtsük el, hogy bár régen nagyok voltunk, mára változott a helyzet. Ez már máskor. Bizony. Harry és a többiek körülötte a hatalmat áhítják. Nyílt küzdelemben vajon melyikünk nyerne? Én akkor se adom fel. Túl régóta csinálom. És ha te feladnád, az annyi, mintha meghalnál. Eddie! Ilyen lázas. Mitől? Megfázott az esőben. Délután kapott tablettákat, de még mindig magas a hőmérséklete. Beviszem a kórházba. Hívd fel a fiúkat. Beszélj meg egy találkozót, most azonnal. Látod? Eddig sokat változott. Nem való ő már nekünk. Valami más utat kell találnunk. Szóljak a sofőrnek, hogy hozza az autót? Hagyd, ő már lefeküdt. Majd én vezetek. Eddie, a cipőfűződ kikötődött. Hagyd majd én. Johnny felhívott. Harry tegnap azt mondta, sokan vannak rábrálítva, hogy megöljenek. És hogy ő nem tud megvédeni. Azt mondta Johnnynak, hogy imádkozzon érted. Szerintem Harry megbolondult. Ne hívjuk ide Johnnyt? Ne hamarkodjuk el. Ha beszélsz Johnnyval, mondd meg, hogy látni szeretnénk. Most menj aludni. Nyugtasd meg őket. Harry? Beszéltem apával. Azt mondta, megfenyegetted Edit. Azért jöttem, hogy megkérjelek, ne öld meg. Nem. Azért jöttél, hogy könyörögj nekem. Esdekelj! Oké. Könyörgök, ne tedd. Mit kínálsz? Ne feledd, Harry, testvérek vagyunk. Mit vársz tőlem? Hogy letérdelek és megcsókolom a segged? Emlékezz, öcsém! Mit mondtál, mielőtt elmentél? Hadd juttassam az eszedbe! Azt mondtad, soha többé nem akarsz látni. Ha? Most miért jöttél vissza?
hogy megmentsd Eddie életét? Jól van. Tölts nekem egy csésze teát. Sajnálatod jeléül. Én vagyok az idősebb. Úgyhogy térdelj le és tisztelj! Térdre! Hé! Csak vicceltem veled. Tréfálkoztam. A feleséged egészségére iszom. Állítólag nagyon csinos. Hallgass ide! Ha Eddie bajban van, arról csak ő tehet. Senki más. De ha beleütöd az orrod, megöllek. Oké. Okay. Megértettem. Milyen a szépséges nejed? Jó az ágyban? Miért hagyod itt ilyen hirtelen? Ebédelhetnétek együtt. Maradhatnál pár napot. Sajnálom, csak egy valamiért jöttem. Hogy beszéljek Harryvel. Ne légy már ilyen. A fejedbe vetted, hogy meg akarja ölni Eddie-t. Gondolod, hogy lebeszélted róla? Igen, legalábbis egy időre. Nagyon hűséges vagy Eddie-hez. Majdnem 30 vagy, és tiszta, mint a harmat. Hogy lehet ez? Szerelmes vagyok belé. Még akkor is a házas. Tudom, őrültség. De maradjon köztünk. Ne tudja meg senki. 2 évet adok neked, Suzy. És ha addig nem mész férjhez, szétkürtölöm a nagyvilágban. Ne. Mondd csak, akarsz beszélni Eddie-vel, mielőtt Harryt elintézed? Miért beszélnék? Úgy sincs más megoldás. Ha nem jönnék vissza, éjjel eltesd meg a halamat. Miért sieted el? Könnyen megölhetnek. A múlt héten voltam egy jósnőnél. Azt mondta, 70 évig élek. Légy óvatos.
Te rohadék! Dögölj meg! Benny meghalt. Harry ölte meg. Mostantól csak benned bízhatom. Számíthatok rád, Suzy. Együtt vannak a fiúk. Helyes. A gondjaidra bízom Bault is elent. Használd ezt, ha muszáj. Ne várj meg. Vidd haza Ellent az iskolából. Oké, főnök. Mi a baj, Eddie? Megölted Bennyt. Nem. Miért tettem volna? Felhívtam a rendőrséget. Golyóálló mellénye volt, de valaki megpiszkálta. Több lyuk is volt a fémszövetben. Ő tapasztaltabb volt sem, hogy ekkorát hibázzon. Valaki nyilván elárulta. Valaki közölünk. Ő nem beszélt róla senkinek. És én sem. Senki más nem tudott róla. Csak én és te. Csak te lehettél. Én esküszöm, hogy nem csináltam. Sajnálom. Ne ülj meg, Eddie. Kérlek. Miért tetted? Nem vigyáztam rád mindig? A társam voltál. Te rohadék utolsó szemét, patkány, miért tetted, mi? Miért? Te félsz, Eddie. Veszélyben az életed. És senkivel sem törődsz. Csak magaddal. Barátok voltunk. Kérlek, belátom. Hiba volt. De nem tudom életre kelteni. Ne ülj meg, Eddie. Kifelé. Köszönöm, Eddie. Köszönöm. Yeah!
Furcsálhatjátok, hogy már rég nem intéztem el Harryt. Azt gondoltam, jól megy az üzlet, és mindenki elégedett. És nem akartam, hogy háború legyen. De ne higgyétek, hogy félek Harrytől, csak mert inkább tárgyalni akartam vele. De már elég a tárgyalásból. Remélem, mindannyian készen álltok. Aki ki akar szállni, most még mehet. De ne felejtsétek, aki átver, annak vége. Eddie, a rendőrség a belvárosban halomra veri a raktárnál a srácokat. Hogyan? Leégett? Sikerült megmenteni az árut? A Westside kaszinót is kicsinálták. A zsaruk bementek, és összetörték az összes nyerőgépet. Oké. Téged keresnek, Edi. Igen. Értem. Hogyan? Honnan telefonálsz? Haza kell hozni Ellent az iskolából. Suzy volt az. Házkutatás volt nálam, és drogot találtak. Letartóztatták a feleségem. Ki akarnak csinálni? De ki van-e mögött? Csak Harry lehet. Ezt nem hagyhatjuk. Ne. Mit akartok? Te mondtad, hogy lépnünk kell. Én ezt sosem mondtam. Pedig melléd állunk. Fegyver ellen, fegyverrel harcolunk. Eddie, a rendőrség! Fegyverbe! Gyere, csatlakozz! Gyerünk, fiúk, lefelé, egy-kettő, csak óvatosan! Gyertek, ott szóródjatok szét! Harry, most mi lesz? Ki kell jutnunk. Valahogy kijutunk. Helyes. Teljesen körbe vannak véve. Tegyék le a fegyvert, és jöjjenek ki felemelt kézzel. Három percük van, hogy megadják magukat, mielőtt tüzet nyitunk. Eddie, Joe kocsia itt áll a kerítés mellett. Ha fedeznek, én el tudom vinni. Abban csak három hely van. Nem lesz semmi baj. Kivízlek innen, gyere! Kenny! Gyere vissza! Állj meg! Ne lőjenek! Ne lőjenek! Oh. Billy, apádat eltalálták! Meghalt! Úgy látom, meghalt! Állj, Billy! Apa! Ne menj oda! Semmi értelme! Maradj itt! Eddie! Kijuttatlak. Tartozom ennyivel. Nem kaphattak el. Hozom a kocsit. Ne, maradj! Azt mondtam, maradj! Tiger! Igen? Gyűjtsd össze a fegyvereket. Mozog! Igen. Megadjuk magunkat. Itt van minden fegyver. Nekik semmi közük hozzá. Engedjék el őket. Csak engem vigyenek. És még valami. Hívjanak mentőt. A barátom súlyosan megsérült. Mozogjon már! Hívjon mentőt. Sajnálom, Eddie. Megint elszúrtam. Nem is szabadott volna ide jönnöm. Viselt gondját Billynek is. Légy nyugodt, Kenny. Gondját viselem. Viszlát, Eddie.
Menj a kocsiért. Oké. Beszélni akarok a fogolyjal. Igen, uram. Bocsáss meg, Eddie. Már is leveszem. Ne zavarjon már. Közöttünk minden a régi. Ne feledd, ha a segítség kell, csak egy szabadba kerül. Mit akarsz tudni? Mióta végzett Harry piszkos munkáját? Eddie, ezért ne engem hibáztass. A kapitányságon titkos aktád van. Le akarják zárni. Én semmiről nem tehetek, csak utasítást követtem. Eddie, én nem adlak cserben. Kösz, haver vagy. Sőt, tanácsolok valamit. Vald be a fegyverbirtoklást. Én pedig elintézem a drogvádakat. Ha majd kérdeznek, tudod, mit mondj? Nem kell tanítanom. Nem, azt mondom, a rendőrfőnök együttműködött velem. Benne volt az üzleteimben, és... fedezte a... Mi vagy te? Szent? Rohadt gengszter vagy! És a bíró? Neked hisz majd, vagy nekem? Ha? Mindent följegyeztem az utolsó fillérig, amit tőlem kaptál. Ez most fenyegetés? Igen. És ha majd lakatalan leszel, küldök neked egy csomagot. Ne mozdulj! Suzy! Oh, Suzy! Oh, Krisztusom! Suzy! Gyerünk, mozgás! Erre! Thank you.
Suzy! Mrs. Shaw. Jöjjön, kérem. Eljött az ügyfelem is. Beszélni óhajt magával. Erre tessék. A férjed megölte a rendőrfelügyelőt. De nem sikerült letartóztatni, megszökött. Lövöldözés kezdődött. Ő is megsérült, még nem találták meg. Hazudsz. Az ügyvédem tanúsíthatja, hogy igaz. Igaz. Tudod, ott követtem el a hibát. Hogy akkor bemutattalak Eddie-nek. Az évek során sok nővel volt dolgom. De semmit nem jelentettek. Semmit. Bowie, eszembe se jutott megházasodni. Miattad. És bármit is gondolsz rólam, mindent megtennék, érted? Legyen az bármi. Érted? Még gyilkolnék is. Szeretlek. Hogy tud egy ilyen férfi, mint te, bárkit is szeretni? Túl önző vagy, hogy szeretni tudj. Valaha barátok voltunk. Majd megismertem Edit, és attól fogva senki más nem szerettem. Azt akarom, hogy békén hagyj. Ne nézz rám ilyen szenvedően. Okádnom kell tőled. Ne! Ne! Ilyesmivel próbálkozni? A rendőrségen? Te. Hülye kurva. Hülye kurva. Uram, hölgyem. Köszönöm.
Viszlát. Köszönöm. Viszlát. Jöjjenek máskor is. Hogy látlak. Mi a baj? Meglőttek. Hívok egy orvost. Nincs szükség rá. Csak egy kis karcolás. Bowie. Semmit sem változtál. Te viszont sokat. Hogy megnőtt a fiad? Köszön, Johnny bácsi. Hello. Ellen. Rég találkoztunk. És hiányoztál. Innen 3 órányira van a falu. Át kell kelni a hegyen. Nyugalom van ott, és sok barát. Ha forróvá válna a helyzet, fölviszlek oda, hogy elrejtőzz. Az sajnos nem fog menni. Mindig a nyomomban lesz. Addig nem nyugszik, míg örökre meg nem szabadul tőlem. Nem bujkálhatok örökké. Csak azt tehetem, hogy visszamegyek Hongkongba, és felveszem vele a küzdelmet. Jól van, Eddie. Ebben az esetben én is veled tartok. Nem, inkább maradj itt és vigyázz a családomra. Máskülönben nem tudok aludni. Segíteni akarok, családtag vagyok. Pontosan ezért kérem tőled ezt. Viseld gondját Ellennek. Mert ha velem bármi történne, tudnám, hogy van örökösem. Így nyugodtan hallhatok meg. Érted? Úgy van. Mosolyogjatok szépen. Mosolyogjatok. Gyere, Johnny, fényképet csinálunk. Úgy van. Gyere csak ide. Mindenki mosolyogjon. Bowie kérdezte, hogy visszamész-e Hongkongba. Nem mondtam neki semmit. Johnny, erre nézd, légy szíves. Bocsánat, mindjárt jövök. Így jó, nyugalom. Ha megérkeztél, ugye felhívsz? Persze. Benne vannak a ruháid. És a gyógyszereid.
És ha megérkezel az államokba, vigyázz a New Orleans-i idővel. Meg ne fársz. Ígérem. És ne menj vissza Hongkongba. Nem teheted. Mondd, hogy nem mész oda. Ne hazudj. Esküdj meg. Nem megyek vissza Hongkongba. Úgyhogy most már ne sírj. Nem hazudok neked. Ellen, gyere ide, fiam. Felnőtt ember vagy. És ha én elmegyek, te vigyázol anyádra. Érted? Uh-huh. Jó fiú. Bye. Bocsáss meg. Nem tudok nélküled élni. Te nem tudod, mennyire szeretlek. Csádi bácsi, a gazdám most érkezett haza, és ezt adni neked. Azt mondta, adjam át neked, de nagyon vigyázzak rá. Köszönöm. Igazán kedves, föl is hívom egy megköszönöm. Nem lehet, nem lehet. A gazdám és családja kórházban vannak. Micsoda? Betegek? A gazdám autóban esetet szenvedett a családjával. Válságos állapotban vannak. Miért nem mondtad korábban? Ma reggel történt a dolog. De ha látni akarod őt, elviszlek most a kórházba. A kórházba. Jól van. Eddie, a barátom megsérült. Elmegyek a kórházba, meglátogatom. Nem maradok sokáig. Jól van, mehetünk. Legyetek jók, semmi civakodás. Nem sokára itt vagyok. Menjünk ki, Eddie. Beszélni szeretnék veled. Menjünk. A jegyed és az útleveled. Az útlevél Chen Yung névre szól. És én is veled megyek. Joe-val majd ott találkozunk. Neked itt jól menő üzleted van. Feleséged és gyerekeid. Nem akarom, hogy miattam kockáztass. Megmondtam. Összetartozunk. Gyere, szórakozz velünk! Kicsim! Kicsim!
10 bűnöző, akiket megesküdtem, hogy készre kerítek. A te neved az első. Remélem, hízelgésnek veszed. Persze, de nem ijeszt meg. Ezekben az aktákban több mint 100 esetnek van köze hozzád. És most meg kell kérnélek, hogy nyújtsd át az útleveled. Sajnálom, azt nem tehetem. Nekem muszáj utazgatnom. Az üzlettel jár. A malakai üzleteiddel is? Hadnagy úr, legyünk barátok. Évekkel ezelőtt Eddie is barátságot kínált nekem, de nem tartott sokáig. Minden esetre elég hosszú időre elküldtek miatta. Évekig újra tanulnom kellett, mielőtt megkaptam a mostani állásom. De veled más a helyzet. Sose leszünk barátok. Az az igazság, hogy te félsz. Sok ellenséged van, tudod, hogy Eddie visszajött. Úgyhogy alaposan beszartál, és begyűjtesz mindenkit, hogy megvédjen. De nem mész vele semmire. Te úgy szólva halott vagy. Engem? Mike Lee hadnagy. Igen, várjon. Vigye ki és vegyen új lenyomatot. Eddie? Remélem azért hívsz, hogy feladd magad. Szeretnék segíteni neked, de Harry sajnos túl messzire ment az embertelenségben. Az egyetlen megoldás, hogy megkeresem és magam végzek vele. Egyébként kihagyhatod az embereidet. És ugyan miért hagynám ki? Nem hiszem, hogy bárki élve megúszza. Ha végeztem Harryvel, megmondom, hol találsz. Kitüntetést kapsz. Ezzel talán jóvá teszem a régi bűneimet. Te igazán rendes zsaru vagy. Valósággal csodállak. Elveid vannak, amelyeket minden körülmények között követsz. Ez tetszik. Hát tudod, Eddie, kutyából nem lesz szalonna. Elvesztetted a családot, és továbbra is makacskodsz. Ugyan miért? Most már miért változnék meg? Én gyerekkoromtól fogva ebben élek. Csak ehhez értek. Jó volt, amíg tartott. Nem panaszkodom. Csak egy valamit sajnálok. Sajnálom az öreget. Nagyon csalódott. Mindig a jobb útra próbált vezetni. De hiába. Most mennem kell. Sok szerencsét, Mike. Kedvesem, veled még nem is kocintottam. Gyere, kocintsunk. Megjöttem én is. Van számodra egy meglepetésem. Minden a legnagyobb rendben. Így jó. Apám találkozott Eddie-vel vagy Johnny-val? Minden lépéséről jelentésem van. Íjatok még. Én kérek még egyet, Harry. Elhagyta a szállodáját. Zavarodott volt, majdnem elütött egy autó, de csak majdnem. Aztán elment a temetőbe, és az unokahúgodat Susie csiratta. Aztán lement a dokhoz, és a halászokat nézte pár órán át. Közben, mintha motyogott volna magában. Aztán elment egy templomba, és fél órát imádkozott. Abba hagynád ezt a marhaságot? Találkozott Eddie-vel vagy Johnny-val? Én nem tudok róla. Sosem tudsz semmit. Csak zabálni. Egy órája kijött a templomból, fogott egy taxit és elindult a belvárosba. De Terry követte. Harry, apád odakint vár egy taxiban, látni akar.
kérem, itt várjon. Erre. Megölted őket? A saját családodat? Engem üldöznek a lelkeik. Félek. Már aludni sem tudok. Egyre csak azt kérdezem magamtól, hogy nevelhettem ilyenné a fiamat. Gyilkos lettél, bár csak én is meghaltam volna. Miért nem tudtál engem is megölni, te gyilkos, gyilkos, gyilkos? Fogd már be végre! Mindig is hibbant voltál. Egy csöppése szorult ide be? Ha? Az egész hazugság. Mindent elhiszel, amit hallasz. Egy hónapja ki sem mozdultam innen. Pedig állítólag láttak Malakában. A rendőrség bevonta az útlevelemet. Én, Malakában. Hogy lettem volna? Oda repültem? Tessék, ha nekem nem hiszel, olvasd el ezt! Elismervény az útlevelemről. De ha nem te voltál, ki tette? Honnan tudnám? Eddinek sok ellensége van. Valamelyik megtalálta. De ha tényleg akarod, megtudom neked. Papa, nyugodj meg végre. Nem vagy éhes? Van ennivalónk. Igyál valamit, az jót fog tenni. Harry, miután apád elindult a templomból, láttam egy utcasarkon Eddie-vel és Johnny-val beszélni. Aztán eltűntek a tömegben. Hol rejtőznek? Ha? Azt nem mondom meg. Tőlem nem tudod meg. Harry, szerintem az öreget csak kémkedni jött utánad. Vén szarházi. Ide jöttél, hogy törbe csalj engem. Hogy átvert a fejem. Nem véletlen, hogy még életben vannak. Így is akartam. Kár, hogy nem voltál a házban. Ott kellett volna veszned. Nem tudom elhinni. Te volnál az én fiam. Te volnál az én fiam. Nem, nem, nem. Verjétek meg! Nem hallod? Gyerünk! Keményen! Vagy ti jöttök! Esküszöm! Kivinni! Vén hülye. Most már lezárjuk az ügyet. Nem sokára. Ehetsz. Megvertek? Csak elestem. De semmi komoly. Oda se neki. Jól vagyok. Jó. Thank you.
Tessék, Eddie, ha harcolni akarsz, most lehet. Thank you.
gondold meg. Mit mondasz majd apának? Apa! Nem én kezdtem. Az egész Edi miatt volt. Te! Azt hitted. Azt hitted, sikerül? Kezdhetsz imádkozni. Idén karácsonyra nem kapsz lapot. De ne félj. Van még annyi golyó, hogy a pokorra küldjelek. Mehetsz a feleséged. Meg a kisfiad után. Végül is mellettük a helyed, nem? Boldogok voltatok. Hát legyetek megint azok. Szárok neked, hanem lassult. Úgy égszel majd a pokorban, ahogy a feleségem és a fiam. Mit számít, ha megöllek? Egy rakás szarral kevesebb lesz. Úgyhogy akár meg is halhatsz. Nem halhat meg. Fiatal még a halálhoz. Én öltem meg őket. Az öreg és Johnny ártatlanok. Mondtam, hogy nem az ő dolguk, de fütyültek rá. Ne izgulj, gondjukat viselem. Tanúskodom, hogy csak önvédelemből lőttek. Gyere, ideje mennünk. Rendbe kell jönnöd. A többit utána megbeszéljük. Oh,
nothing to worry.